A nyaralási szezon a végéhez közeledik, így a Törökországban nyaraló magyar turisták is lassan hazaérkeznek. A déli állam közkedvelt utazási cél, mivel az ott található szállások és szolgáltatások árértékarányban a legkedvezőbbek a hazai kikapcsolódni vágyók számára. A török líra értékcsökkenése azonban a nyaralni indulókat, valamint a nyaralásokat töltőket is érinti. A török hatása az gyakorlatilag a kintartózkodókat érintheti jobban, hiszen az utazási irodák általában dollárban és euróban kötik a szerződéseket, viszont akik tartózkodnak. ugye nekik ugye helyben kell fizetni, hogyha esetleg elmennek vásárolni, és ott viszont biztos, hogy a napi árfolyamot rögtön beütik nekik a számológépbe, hogyha mondják, hogy dollárban, euróban akarnak fizetni, vagy ha valaki átváltotta a pénzét török lirára, nyilván a váltáskor ugye az neki kedvezőbb, hogyha esetleg lényegesen többet kap ugye a pénzért. Általában. A nyaralási szezon vége Magyarországon az augusztus 20-ai ünnephez köthető. Bicsérdi Rita szerint annak, aki most akarna szállást foglalni a hosszú hétvége idejére, nem lesz könnyű dolga. Napi szinten kapunk a szállodáktól tehát házas értesítéseket, de ha én, mi azt tudtuk majd itt az utazási irodában, hogy menjen haza, üljön le a netre, és próbáljon meg ott keresni magának, mert ott még biztos talál, lehet, hogy nem. 5 perc alatt, de valamit még biztos talál, de én azt gondolom, hogy ennek nem csak mi utazási irodások, hanem a szállodások is nagyon örülünk, hiszen ugye ezek a hosszú hétvégék azok, amikor 100%-os kihasználtsággal működnek a belföldi szálláshelyek is. Az utószezon szeptemberben kezdődik, amikor jellemzően a nyugdíjasok és a kisgyerekes családok kelnek útra. Ezt követi az őszi és téli szünet, ami sokaknak a családi együttlétről és a bulizásról szól.